We are now coming to an end of this opening session, of course. We are in Hungary, hosting a host of world tourism day, back to Europe, rotating every year from region to region. And to close the, this opening session, it's my honor to ask Csaba Demeter, Deputy Minister of the Office of the Prime Minister of Hungary, to finalize this session. Mr. Secretary General, dear Ministers, Your Excellencies, let me warmly welcome you all in Budapest. It's a great honor to host such a high-level meeting with such high-level experts and decision-makers from more than 40 countries from all over the world. For the sake of the Hungarian participants, the domestic media, please allow me to speak to Hungarian. Meggyőződésem, hogy jól döntöttek akkor, amikor Budapestet választották a konferencia helyszínéül, mert szerintünk az a város, ahol vagyunk, a világ egyik legszebb és legbiztonságosabb fővárosa, és nem csinálunk abból titkot, hogy azt szeretnénk, ha ezt minél többen tudnák a világban. A mostani konferencián sok mindenről lesz szó, szakmai érvek csapnak majd össze, szó lesz a gazdasági kilátásokról, a technológiai fejlesztések hatásáról, ezekre a szakmai vitákra nagy szükség van. De van itt még valami, amit mi fontosnak tartunk. Számunkra a turizmus sokkal több, mint egy sokszínű gazdasági ágazat. Mert valójában a hazaszeretet, a nemzeti kultúrák iránti tisztelet kifejezési formája. Jó lehetőség arra, hogy százféle módon elmeséljük a saját országaink, hazánk történetét. És most egy olyan országban vagyunk, Magyarországon, amelynek van mit mesélni. Önök egy olyan országba érkeztek, amely évszázadokon keresztül küzdött a szabadságáért, amely gazdaságilag most már erősebben áll a saját lábán, és amely büszke ezer éves hagyományaira és kulturális értékeire. Egy olyan országba érkeztek, amely a világ turisztikai térképén is egyre jobban látszik. Fesztiválok, feltörekvő borvidékek, időtálló természeti kincsek, világversenyek és egyre karakteresebb gasztronómia segítik ezt a folyamatot. A turizmus iránti elkötelezettségünk a nyers számok nyelvére is lefordítható. Tavaly rekordévet zártunk, amióta a mostani kormány hivatalba lépett, 52%-kal emelkedett Magyarországon a vendégészakák száma. Ezzel elmondható, hogy a turizmus Magyarországon már a GDP 10%-ához járul hozzá. Tudnám még sorolni az eredményeket, de mégiscsak egy köszöntőről van szó, és az a város, ahol vagyunk, egyébként is többet mond bármely hosszas eredménylistában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt résztvevők! Egy meghatározó és folyamatosan erősödő ágazat fontos szereplői gyűltek most össze Budapesten. Ezt jól bizonyítja, hogy a turizmus közel 300 millió embernek ad munkát szerte a világon. Éppen ezért senki sem lehet közömbös az iránt, hogy a turizmus hogyan teljesít. És azt, hogy hogyan teljesít, a digitális technológia is egyre inkább meghatározza. Én nagyon bátor dolognak tartom, hogy a mostani konferencia arra vállalkozik, hogy a turizmus és a digitális technológia viszonyát, kapcsolatát vegye szemügyre. Ez nem kis feladat. Már az sem kicsi erőfeszítés, hogy meghatározzuk, hogy melyek a lényeges kérdések ezen a területen. Azt már befejezett ténynek tekinthetjük, hogy a mobiltelefonos applikációk felváltották az anyósülésen szétterített térképeket, de azért mégiscsak maradt pár kérdés, ami megválaszolatlan. Például, hogy hogyan befolyásolja a digitális technológia a már meglévő munkahelyeket, helyettesíthető-e egy kedves munkatárs egy hatékony robothanggal, hogyan lehet biztosítani a minőséget a Big Data korában, hogyan biztosítható az adófizetés, amikor óriási erővel terjednek a megosztáson alapuló internetes szolgáltatások, és egyáltalán mi az ember szerepe, amikor a digitális eszközök egy rakás dologban okosabbnak és hatékonyabbnak tűnnek. Nagyon nagy szerencsém az, hogy nekem ezekre a kérdésekre itt most nem kell válaszolnom, mégiscsak egy köszöntőre tértek fel, mégiscsak jó
a maradt elvégzendő feladat, elvégzendő munka, kerekasztal beszélgetésekre is, de két dolog biztos, nem találhattak volna izgalmasabb, aktuálisabb és egyre feltáratlanabb területet a mai vidához. Másrészt a magunk részéről úgy vagyunk ezzel, hogy a digitális átalakulás nyertesei, nem pedig passzív elszenvedői szeretnénk lenni, és azt gondolom, hogy önök is így vannak ezzel, ezért is vannak itt. Tisztelt résztvevők, engedjék meg, hogy azzal zárjam, hogy valószínűleg már többen találkoztak Budapest új éves kampányával, amely a Spice of Europe nevet viseli, és amely a város sokszínűségét hivatott érzékeltetni. Ez többek között azt is jelenti, hogy Budapest egy őszinte, egy szókimondó hely, kreatív ötletek, politikai kezdeményezések és tenni akaró emberek otthona. Úgy is mondhatnám, hogy miközben korábban, a korábbi évszázadokban Budapest hadiutak találkozási pontja volt, már a gondolatok találkozási pontjává vált. Kívánom önöknek, kívánom magunknak, hogy ezen a konferencián és az ezutáni időszakban tudjunk élni az ebből fakadó lehetőségekkel. Isten hozta önöket Budapesten, jó konferenciát kívánok mindenkinek. Köszönöm.